használd a saját technikád, ami ellazult tudatállapotba visz. Jelensd ki azt a szándékod, hogy eszközként használod ezt a meditációt arra, hogy segíts a fényerőknek egy lényt a galaktikus központi napba kísérni. Ha úgy érzed, kimondhatod a lény nevét csendben, vagy hangosan. Hívd be az ibolya lángot annak elsődleges forrásából, hogy hozza létre a védelemkörét körülötted a meditáció alatt és után. Kérd meg, hogy alakítson át mindent, ami nem szolgálja a fényt. Képzelj el egy ötágú csillagot magasan a lény teste felett. Lásd, hogy ez a csillag ott csillog magasan a lény teste felett, és ragyogó fehér fényt áraszt.
most képzeld el az An fehér tüzét, amint a galaktikus központi napból kiáradva áthalad a naprendszerünk összes fénypontján. Az ötágú csillagon és a lény testén. Majd mélyen le a föld középpontjába. Vizualizáld folyamatosan ezt a fényoszlopot néhány percig. Képzeld el, hogy az ötágú csillagból az óramutató járásával megegyező irányban egy fehér fényörvény áramlik lefelé, majd a lény lelkét az ötágú csillagba emeli átalakítás céljából. Vizualizáld néhány percig ezt a forgó fehér fényörvényt.
Képzeld el, hogy a lény lelkét a fényerők azonnal elfogják, amikor áthalad a plazma és éteri síkokon, és az arkónok számára lehetetlenné válik, hogy megmentsék. Majd képzeld el, hogy a fényerők azonnal a galaktikus központi napba kísérik. A fény győzelme.